Köszöntünk minden kedves hallgatót nagy szeretettel, ha minden igaz, akkor visszatértünk. Valahol elindultunk, valahol visszatértünk. Ez a Hit Rádió előválasztási műsora Longauer Andrással és Király Tamással, és egy új streamet indítottunk azok kedvéért, akik most csatlakoznak be. Elmondanám, hogy egész nap körkapcsolásokkal mentünk végig. Ez a Hit Rádió YouTube csatornája már megtekinthető. Az ország összes megyéből voltak tudósítóink, és még lesznek is, akik elmondják, hogy hogy állunk, illetve a következő órákban pedig politikai elemzőkkel fogjuk majd megbeszélni, hogy mi is történik. Most itt van velünk a vonalban Ceglédi Zoltán politikai elemző, vele fogunk kezdeni. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy fogadja a hívásunkat. Jó napot kívánok. Ugye hivatalos eredményt még nem tudunk, de ilyen pletykák vannak, miszerint Dobrev Klára áll az első helyen, Karácsony Gergely és Jakab Péter Fejfej mellett a második, harmadik, bocsánat, Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter Fejfej mellett a második helyen, és a harmadik helyen, így ők a továbbjutók, és utána őket követi ugye Jakab Péter és Fekete Győr András. Ez mit árul ez a mostani eredmény? Ugye itt azért vannak meglepetések, mindenki alapvetően Karácsony Gergely várta befutónak. Hát ez az eredmény, egyelőre annyit árul el, hogy a pártok plecskálkodni, tehát kezeljük fején ezeket az ügyeket. Egy biztos, hogy egy ilyen plecska szájnak tudok kelni, az legalábbis annak bizonyítéka, hogy a versenye sokkal nyitottabb volt, mint az sokan, köztük én is egyébként prognosztizáltam, és hogyha ennek az okát keressük, akkor abban ragadhatunk meg, hogy mozgósításban, kampánytevékenységben sokkal kiegyenlítettebbek voltak a viszonyok. Azt egyébként lehet tudni, hogy Karácsony Gergely kampánysága maga is lenyilatkozta, hogy ők egy rajt fél győzelembe számítottak, ehhez képest átjelentő a helyzet, hogy az a valószínű, hogy nem ő vezet. Közben itt esnek le dolgok, hogyha jól hallom a háttérben. Mennyire számít meglepetésnek Márki-Zay Péter esetleges harmadik helye? Az a kampány utolsó részében már láthattuk, hogy egyébként vannak ilyen kifejezett, hogy mondjam, nem csak információk, hanem lehetett valószínűsíteni azt, hogy ez így lesz. Ő lett a, fogalmazunk így, a fehér kocka, ő lett az az ember, aki egyébként azok számára is elfogadható, akik az ötlet ellenzék általános jellegét, aztán kedvelik. Mit lehet várni a jövőben, hogyha Márki-Zay Péter tényleg bejön harmadik helyre, akkor ez mennyire alakítja át az eredetileg várt forgatókönyveket? Alapvetően. Tehát az azt jelenteni, hogy a létező pártok azok, ha nem is megszűntek, de jelentőségű, csak kifejezetten csak, mert hiszen Márki-Zay Péternek nincsen pártja, egy mozgalmat alapvetően, és a jelek szerint a nyilvánosság, meg ennek a mozgalomnak a pártoktól eltérő jellege volt alkalmas arra, hogy őt behozza erre a helyre. Megint csak mondom, nem tudunk ilyen eredményeket, ha így van, akkor ez a helyzet. Hogy értékeli az elmúlt időszaknak a kampányát? Volt két előválasztási vita is. Ezek mennyire voltak tényleges kampányesemények, amelyek valóban tudták úgy befolyásolni a választókat, hogy mondjuk megváltoztassák a szavazatokat ahhoz képest, mint amit eredetileg terveztek? A kampány két legfontosabb eseménye volt ez a két vita. Nagyon fontos, és a politikai kultúránktól az elmúlt időszakban mindkét oldalon idegen tevékenységről beszélhetünk. Ugye a kormányon belül a kormánypárt közösségét, az ellenzék is annyira hangsúlyozta az összefogáskorát, hogy alapján hagyta a menetelés politikába kerülni egymással, és igen, egészen győztek meg nézőket, hallgatókat ezek a viták, hiszen látható különbséget jelentek meg, főleg a második, az eredetileg után, ahol kiállt a szócsa van mögül, ahol egymásnak fölrúgtak különböző szereplőket. Arról mit lehet esetleg elmondani, hogy a jelenlegi szavazók, vagy azok a szavazók, akik már leadták a szavazatukat más jelöltekre, viszont a jelöltek ki fognak esni a ugye majd az végleges eredmény, amiből majd kiderül, hogy pontosan hogy fog ez ténylegesen alakulni, de hogy azok a jelöltek szavazói, akik már kiestek, vagy ki fognak majd esni, és akkor már ugye kiestek, azoknak a szavazói milyen viselkedést fognak tanúsítani? Van erre esetleg előzetes találgatás, hogy ez egy olyan dolog, amit egyáltalán nem lehet megmondani? Abban egészen biztosak lehetünk, hogyha lesz konkrét irányítás a kieső tétéről, a szavazottából felé az alapvetően meghatározza ezek irányát, hiszen okkal választották ezek a szavazók korában a jelöltjeiket. Itt az a kérdés, hogy a kieső jelöltek mögött álló párt mennyire sérül, ha erre vagy arra irányítják át a szavazókat, hogy konkrétumokat is mondjak, a Jakab Péter nem kerül be a második pontba, és Jobbik elnökként ő, mondjuk nem Márki-Zay Péterre, aki még ideológiai legközelebb állna hozzájuk, hanem mondjuk tőlük jóval távol, amit
baloldali jelöltre irányítanád a szavazókat. Lehet, hogy ideiglenesen átmenned, vagy jobbiknak a trend szinten biztosan átmenned. Ceglédi Zoltán, köszönjük szépen! Köszönöm, viszont hallásra! Hát izgalmas beszélgetésnek voltunk tanulni. Én nem sokat értettem belőle, mert a mögötte leeső bádogtetők, vagy nem tudom mik, azok sokkal hangosabbak voltak. Minden esetre a hallgatókat arra kérem, írják meg nekünk kommentbe, hogy szerintük Ceglédi Zoltán honnan is jelentkezett be. Hát nem ez volt életünk beszélgetése, de innentől már csak jobb lehet. Nem sokára majd Fejér megyéből fogjuk kapcsolni Vég Csabát. Vagyis nem, mert közben változott a sorrend. Minden esetre jöttek viszont részeredmények, én ezt beolvasom. Ugyanis Nógrád megye egyes számú választókerületéből megvan az egyéni jelölteknek a végeredménye. Itt Horváth Ferenc nyerte meg a választást. Nem, bocsánat, itt úgy néz ki, össze-vissza vannak a számok, de most már látom, tehát Godó Beatrix, a DK Jobbik jelöltje nyerte meg ezt a választást. 2383 papír alapú szavazatot, 228 online szavazatot kapott, ez 2611 szavazat. Horváth Ferenc, a Momentum MSZP párbeszéd LMP jelöltje 909 papíralapú szavazatot kapott, és 320 online szavazatot, ez 1229 szavazat, és Dömsödi Gábor, az Új Világ Néppárt, a egykori tévés jelöltje, összesen 746 szavazatot kapott. Itt amúgy nagyon érdekes, hogy az a sorrend ebben a körzetben, hogy Dobrev Klára, Karácsony Gergely, Jakab Péter, Márki-Zay Péter és Fekete Győr András. Dobrev Klára 2288 szavazat, és nagyon érdekes, hogy Karácsony Gergely csak a felét kapta, 962 szavazat. Jakab Péter 688 szavazat, Márki-Zay Péter 577 szavazat, és Fekete Győr András nagyon lemaradva 150 szavazat. Ebből mondjuk lehet sok mindenre következtetni. Aztán van Győrből is adatunk, ott úgy van, hogy a Demokratikus Koalíció, a Jobbik és a liberális jelöltje Jancsó Zita lett a győztes. 2972 szavazatot kapott. Az ellenfele Rehó Tibor, ő összesen 2515 szavazatot szerzett, ő Momentumos és LMP-s támogatott volt. 400 szavazat volt közöttük a különbség. És itt a miniszterelnök jelöltek versenyében Dobrev Klára 1989 szavazatot, Karácsony Gergely 1548 szavazatot, Márki-Zay Péter 1297 szavazatot kapott, és figyelj, Jakab Péter lemaradva 587 szavazatot, Fekete Győr András pedig 248 szavazatot kapott. Hát ez beszédes. Igen, és ezek nagyon nagy lemaradások. Az biztos, hogy még az előzetes elemzések alapján se várhattunk talán ekkora különbséget a kettő között. És most pedig Szabó Lászlót kapcsoljuk Csongrád, Csanád megyéből. Szervusz, köszöntünk a műsorban. Szervusztok, és köszöntöm a kedves hallgatókat. És ugye a ti megyétek talán azért is különleges, hiszen az egyik miniszterelnök jelölt aspiráns Márki-Zay Péter Hódmezővásárhely polgármestere a ti megyétekből. Ennek függvényében kérdezem, hogy mennyire nagy az aktivitás a ti megyétekben az ellenzéki előválasztáson? Valóban is ne feledkezzünk el a szegediekről, Botka Lászlóról sem. Úgyhogy itt én gyakorlatilag csupa lelkes ellenzéki politikussal, aktivistával és választópolgárral találkoztam. Kint is voltam a sátraknál, sőt, hát remélem, hogy a Hitelbió hullámhossza elbírja, de le is szavaztam, csak azért, mert... Elbírja. Hogy lásd, hogy néz ki. hogy működik az egész, ugyanis elhangzott egy ilyen, hát ilyen kacsának tűnő hír, aztán tényleg kacsa is volt, hogy gyakorlatilag kötelezik a szavazókat, hogy majd az országgyűlési választásokon is a közös jelöltre mindenképpen vállalják, hogy rá fogják adni a szavazatot, akármelyik pártból is fog ez kikerülni. Végolvastam az egyoldalas tájékoztatót a szavazás előtt, tehát kvázi egyfajta ilyen aláírásgyűjtéssel indult, és utána tudtam csak leszavazni, tehát ez így működött a standokon, de nem volt ilyen mondat benne egyébként. Mindenesetre úgy izgalmas volt egy ilyen utcai, tulajdonképpen nem cenzusos, de majdnem, hogy nyílt szavazás látni, és azért ne felejtsük el egyébként, hogy itt azért tulajdonképpen az embereknek meg kell mutatni magukat az utcán. Tudom, hogy online-ban is lehetett szavazni, de mégiscsak egyfajta nyílt szavazás volt. És amikor azt mondjuk, hogy 600, én nem akarom most itt felmagasztani, például értsetek a baloldali vagy az ellenzéki pártokat, de amikor azt mondjuk, hogy 633 ezeren leszavaztak, akkor ne felejtsük el azért ezt a fejleményt sem, hogy tulajdonképpen az utcán nyilvánosan fel kellett vonulni, és meg kellett mutatni magát minden szavazónak, hogy ő igenis ellenzéki szavazó. Ez csak úgy egy. De ez talán a ti megyétekben nem annyira probléma, ott azért öntudatos ellenzéki szavazó. Így van, és egyébként nagyon jól szervezett egyébként. Tehát én azt gondolom, hogy ez itt egy kemény dió lesz a kormánypárt számára, akárki is lesz itt a jelölt,
Bár úgy tűnik, hogy tőletek is hallottam, és talán vannak ilyen mendemondák, hogy Szabó Sándor, aki az elmúlt két országgyűlési választást stabilan nyerte, ő legyőzte a helyi DK-s elnököt, ami azért fontos, mert azért a DK-val azért itt vannak villongások. Mindezek ellenére elmondható, hogy talán az egész megyére jellemző, de különösen Szegedre, hogy Botka László vezetésével, aki már egyébként nem is MSZP tag, de mégiscsak összeállt egy olyan jól működő ellenzéki csapat, a Jobbikig bezárólag, akik azért úgy általában a botrányoktól vagy a belső feszültségektől úgy mentesek, és együtt tudta tartani ezt a csapatot, és nagyon jól tudják mozgósítani a választóikat, itt gyakorlatilag a fiataloktól a közép rétegeken át a nyugdíjas klubokon keresztül a nyugdíjasokig, gyakorlatilag minden társadalmi réteg meg van szólítva, és úgymond meg van dolgozva folyamatosan. Egyszer volt szerencsém egy hetek cikkben ezt összefoglalni néhány évvel ezelőtt, és azóta sem történt ebben változás. Tulajdonképpen sikerült együtt tartani a magát az ellenzéki oldalt is, és az ellenzéki szavazókat is, úgyhogy nem lesz könnyű dolga a kormánypártnak, hogyha itt győzelmet akar aratni. És ez a megyére pedig kicsit kitekintve, ugye Márki-Zay Péternek ugye a körzetébe tartozik Lázár János, és hódmezővásárhelyekkel beszélve, ott tényleg nagyon hosszú sorok voltak. Ugye egy helyen lehetett csak szavazni, de az se lesz egy egyszerű játszma. Tehát akkor nincs lefutva a Lázár János meccse. Halló, most hallunk? Ja igen, bocsánat, csak nem tudom, eddig hallottatok, remélem. Igen, végig hallottunk, azt kérdeztem, hogy akkor nincs lefutva ezek szerint a Lázár János mérkőzése. Nincs, és egyébként az előző választást 3-1-re nyerte a jobb oldal, és szerintem egy 3-1-es győzelme, ugye 4 választók előtt van a megyében. Ez a 3-1-es, szerintem most is végig van kiegyeztének egyébként, az a véleményem. Tehát ez még itt egy elég szoros játéknak tűnik majd. Botka Lászlót említetted, ő mennyire avatkozik bele az előválasztásba? 4 évvel ezelőtt egy ideig miniszterelnök volt, aztán úgy tűnt, mintha az országos politizálásból kiszállt volna. Mennyire foglalkozik ezzel az egész témával egyáltalán? Én szerintem foglalkozik. Ő egy érdekes politikusi alkat, nagyon jó szervező, nem nagyon szereti a nyilvános szerepléseket, ez úgy feltűnő a városban is, hogy úgy nehéz azért úgy felfedezni különböző rendezvényeken, de nagyon jó szervező, és meggyőződésem, hogy ebben is erős szerepet vállal, mint ahogy minden kampányban, az önkormányzatin és az országgyűlési választásokon is, és hát megvan a csapata. És hát tulajdonképpen itt már egyébként eleve ők megnyújtották ezt a 9 napot 11 napra úgy, hogy már a hétvégén kimentek egy kicsit úgy próbálkozni, úgymond, hogy hogy működik ez a kinti dolog, tehát nem szavazás ment még, de amúgy is már hetek óta, sőt a DK hónapok óta kín van az utcán a standjaival, a város különböző pontjain, úgyhogy nyilvánvaló, hogy ez, tehát én szerintem Botka László mélyen ott van a háttérben, de úgy az arcával úgy nem jelent meg, szerintem ez nagyon tudatos. Tehát pontosan az előző választások miatt ő szerintem ott eldöntötte, hogy nem nagyon kíván országos politikussá válni. Voltak ilyen hírek, hogy majd mit tudom, belügyminiszteri székét cserébe, majd nem tudom milyen paktumokat fognak kötni. Én nem gondolnám, hogy ő elhagyná Szegedet, tehát szerintem ő továbbra is polgármester akar maradni, de a szervezésben biztos, hogy benne, hogy ott van. Szabó László, köszönjük szépen. És jönnek az eredmények folyamatosan. Például Fejér megye egyes számú választókerület, ez azért érdekes, mert itt van az a Rácni-Földi Judit, akit offshorozással vádoltak, és nem is nyerte meg a választásokat. Dr. Márton Roland, az MSZP Párbeszéd LMP jelöltje 3037 szavazatot kapott, Rácni-Földi Judit 2440-et. Itt a sorrend úgy alakul, hogy Dobrev Klára nyert 2076 szavazattal, őt követi Karácsony Gergely 1752 szavazattal. Márki-Zay Péter a harmadik 1132 szavazattal, a negyedik helyen Jakab Péter áll 466 szavazattal, és Fekete Győr András zárja a sort 205 szavazattal. És van eredményünk Pest megye 5-ös számú választókerületében is, ahol Dorosz Dávid győzött, aki a Párbeszéd, LMP, az MSZP, a Momentum és a Jobbik jelöltje, ő 6510 szavazatot kapott, azért az elég sok egy kerületben. A második helyen Tonzor Péter áll, akit a DK, a Liberálisok és a Mindenki Magyarországa Mozgalom támogatott 3385 szavazata. Itt pedig úgy néznek ki a számok, hogy Dobrev Klára nyert 3489 szavazata. Itt nagyon kicsit maradt le Karácsony Gergely 3183 szavazata. A harmadik helyen Márki-Zay Péter el 2491 szavazata. Jakab Péter a negyedik 1030 szavazata. És talált ki, hogy mennyit kapott Fekete Győr András. Fú, hát
Tippeljek egyet. Hát 400. 431. Azt a... 431 szavazatot. Szóval, ha ezeket a tendenciákat nézzük, akkor azért Fekete Győr András tényleg nagyon le van maradva, és most ezek alapján viszont érdemes lenne, és itt például az ötös számú választókerületben az érvénytelen szavazatok száma 974 darab volt, az magasnak számít, hogy mik ezek az érvénytelen szavazatok, azt még nem tudjuk. Szóval ebből azért már azt a tendenciát tényleg látjuk, hogy Dobrev Klára nagyon elhúzott, és hogy utána mögötte viszont sok érdekes dolog van. Aztán viszont van egy érdekes, a Borsod megye 7-es számú választókerület, ahol Dobrev Klára 1149 szavazatot kapott, a második helyen viszont Jakab Péter áll itt Borsodban 649 szavazattal, a harmadik helyen Márki-Zay Péter 505 szavazattal, a negyedik helyen Karácsony Gergely 497 szavazattal, és az ötödik helyen Fekete Győr András 69 szavazattal, szóval a Borsod megyében meg megint teljesen más a térkép. De hogy mit lehet tudni még, és mik a tanulságok? Han Endre, a Medián Közvélemény és Piackutató Intézet vezérigazgatója van a vonalban. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy fogadtad. Köszönöm a megtisztelő megszólítást. És akkor azért az a kérdés, hogy vagyok. Ugye azért mértek önök egy csomót. Mennyire... Korábban. Most ebben a menetben itt a végső elszámolásnál olyan sokat nem, de én is próbálom követni az eredményeket, amiket most félfüllel hallottam, azokat nem tudtam. Ez például a Borsod megye 7-es számú. Jönnek az eredmények, igen, amiből azt... Tudom, de hogy a miniszterelnöki részeredmények is jönnek. Amit én most felolvastam, azok az egyes választókerületek miniszterelnöki részeredményei, igen. Tendenciákat tudok mondani. Például Győrben Dobrev Klára 1989 szavazatot kapott, Karácsony Gergely 1548-at, Márki-Zay Péter 1297-et, Jakab Péter 587-et, Fekete Győr András 248-at. Na hát, ez nagyjából megfelel a konszenzusnak, az előrejelzési konszenzusnak, mert a hajrában valahogy úgy tűnt többünknek, hogy Márki-Zay Péter enyhén szólva fölzárkózott, szóval erősített. Korábban a felmérések mindig Jakab Pétert hozták ki harmadiknak. Hall engem? Igen, abszolút. Jó, csak furcsa volt az öreg. Tehát ez most, ez tűnik a legvalószínűbb sorrendnek, ez a Dobrev, Karácsony, Márki-Zay. Hadd jelezzem, hogy azért itt még van néhány érdekes kérdés, amivel nem biztos, hogy a hallgatók mind tisztában vannak, bár gondolom elég pontos tájékoztatást kaptak a rádiótól, de például az, hogy meg lesz-e a harmadik befutónak a 15%-a. Mert ha véletlenül nem, például csak azért, mert az első két helyezett olyan sok szavazatot kap, és még a többiek is valamennyit, ha nincs meg a 15%-a a harmadiknak, akkor hiába harmadik, akkor csak ketten jutnak a második fordulóba. Amit én őszintén szólva egy örvendetes fejleménynek tartanék. Én eleve, ha megkérdeztek volna, én azt mondtam volna, hogy két továbbjutó legyen a második fordulóba. Azért ez a bevett szokás, több, szóval ilyen gyakorlatok vannak a világban. És könnyebb is talán úgy dönteni. Így van, egy tisztább versenyhelyzet alakul ki, és rákényszerülnek a szavazók is arra, hogy egy igazán élére állított kérdésre válaszolnak. Mindegy ez most. Most számolnunk kell azzal, hogy három befutó lesz, és akkor persze újabb kérdések vetődnek föl, hogy a harmadik az végigcsinálja-e, vagy esetleg visszalép valamelyik első két helyezett javára. És akkor mindig ott van a kérdés, hogy a kiesett... Hát, hogyha Márki-Zay Péter lesz a harmadik, azt nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ő visszalépjen, akár Karácsony Gergely, akár Dobrev Klára javára. Így van, ebben egyetértünk, de annyiban ő kifejezte a korábban a szándékát, hogyha nem jutna be, akkor Karácsony Gergely javára
vagyis hát az ő támogatná, hogy úgy mondjam, tehát az ő szavazóit ezzel Karácsony Gergely táborába irányítaná. Ugyanakkor azt is mondta, hogy ha bejut, akkor viszont azt javasolja, hogy Karácsony Gergely lépjen vissza az ő javára, ami hát szintén egy meglepő fordulat lenne. Itt egy nagyon érdekes kérdés van, és anélkül, hogy túl sok izgalmasat mondanék, csak jelzem, hogy a Mediánnak ezen a héten lesz egy izgalmas felmérése, amiben az is benne van, hogy melyik jelöltnek, melyik potenciális jelöltnek milyen esélyt adnak arra, hogy esetleg legyőzheti Orbán Viktort. Ebben lehet, hogy különbségek vannak. Tehát például azt kell mondanom, és ez is már közhely, hogy Dobrev Klára, aki nagyon sok szempontból tűnik alkalmas jelöltnek, nagyon erős kampányt csinált, nagyon sok minden jót el lehet róla mondani, de kétségtelen, hogy ott van egy ilyen puttony, bocsánat a kifejezésért. A Gyurcsány puttony. Hát, hogy vajon ő mennyire alkalmas arra is, hogy mozgósítsák ellene a Gyurcsánnyal szemben, hát enyhén szólva, fenntartásokkal élő embereket. Szóval ez egy bonyolult dolog, mert sok szempontból alkalmas, de ugyanakkor tényleg ott egy ilyen bizonytalanság, amit például a Medián korábbi felméréseiben rendre azt mérte, hogy jól áll, sokan tartják alkalmasnak, ugyanakkor nagyon sokan érzik úgy, hogy semmiképp sem szavaznának rá. Ami persze megint hangsúlyozom, hogy ezek felmérési eredmények, ahol könnyű nyilatkozni. De hogyha tényleg arról van szó, hogy egy széleskörű ellenzéki összefogás egységes fellépéssel egy miniszterelnök jelölt mögé beállva lép ki a pástra, akkor azért lehet, hogy ezek a korábbi negatív kijelentések is elhalványulnak. Tehát nagyon nehéz jósolni. Az biztos, hogy Dobrev ellen könnyebb kampányolni egy kicsit, mint mondjuk Karácsony Gergely ellen, mármint a Fidesznek. De ennek ellenére a Stop Gyurcsány, Stop Karácsony, meg mintha erre rácáfolna. Vagy a Dobrev Klára már a Gyurcsány csomag része? Nem, hát persze. Hát itt nagyon fontos az, hogy azt gondolom, hogy a Fidesz nagyon tart Karácsony Gergelytől, és ezért is követel mindent, hogy belenyomja ebbe a Gyurcsány báb szerepbe, amit hát én, aki nyilván tudják, talán a hallgatók egy része is, hogy ugyan most egy független közvéleménykutató vagyok, és a munkámban ez tényleg egyáltalán nem befolyásolt, de mivel Karácsony Gergellyel elég sokáig együtt dolgoztunk, ő a Mediának volt egy kitűnő kutatója, és máig veszteségnek tartom, hogy ő az aktív politizálást választotta. Szóval azt kell mondanom, hogy egészen biztosan állíthatom, hogy ő nem semmilyen értelemben nem Gyurcsánynak a bábja, vagy akár bármilyen értelemben a függvénye. Ő egy teljesen önálló, és hát Gyurcsánya szemben maga is elég kritikus ember. Mindegy, hát ez érthető a Fidesz kampánya, ez érthető a Fidesz részéről, hogy milyen kampány folytat. Érdekes, hogy ma például Gulyás Gergely is a Kormányinfón eljátszotta ezt a szerepet, hogy lefutottnak ítélte a meccset, miszerint úgyis Karácsony fog nyerni. És ez bejöhet neki, szóval ettől még persze nem arról van szó, hogy egy előre megírt forgatókönyv teljesül, mert abban biztos vagyok, hogy Gyurcsány mindent elkövet, hogy amennyiben ő neki ebben egyáltalán szerepe van,
hogy Dobrev Klára legyen a jelölt. És ebben például csak fölidézem a kedves hallgatók számára, amire nem biztos, hogy emlékeznek, hogy 2019-ben ugye akkor volt az első sikeres előválasztás Magyarországon, például két helyen is, ugye a budapesti főpolgármesteri címért, és a 9. kerületben a polgármesteriért. Na most ott például a DK-nak volt egy nagyon érdekes húzása, amikor váratlanul ráindította Kálmán Olgát a DK jelöltjeként Karácsonyra, és akkor sokan ettől idegesek lettek a mondjuk így a liberális oldalon, vagy a Karácsony támogatói körében, a budapesti liberális értelmiség körében. És azt kell mondanom, hogy végső soron ez egy Karácsonynak kedvező fordulat volt akkor, mert a mozgósítás, tehát ilyenkor nagyon kényes dolog ez a mozgósítás, hogy vajon hogyan lehet egy húzással az ellenfél támogatóit mozgósítani. Szerintem akkor ezzel Gyurcsányék erősen tudták mozgósítani Karácsony híveit, és ő győzött. Most ugyanez van egyébként, hogy legendásan erős a DK mozgósító ereje, nagyon elkötelezett, nagyon harcias és motivált hívei vannak, de akkor, amikor ők mindent elkövetnek a saját jelöltjük mögötti támogatás mozgósítására, ezzel valamennyire az ellenfelet is tűzbe hozzák. Szóval körülbelül ez a csata megy most, és hát nagyon izgalmas lesz a következő 2-3 hét. Ön mit vár a második fordulótól, ha ennyire különböző jelöltek indulnak, hárman egymás ellen, az mennyire boríthatja fel az előre tervezett forgatókönyvet? Hát nagyon érdekes lesz, mert Dobrev Klára képviseli a átlagos, vagy hogy is mondjam, csak a politikával nem nagyon szoros kapcsolatban lévő tömegek számára mégiscsak valamiféle hagyományos baloldalt ezek közül, a potenciális jelöltek közül, aminek van egy elég komoly támogatottsága, tudjuk, és adott esetben a baloldali szavazók akkor is, ha nem DK hívők, akkor is könnyen tudják a szavazatukat odaadni. És vele szemben mindegyik potenciális résztvevő ebben a játékban, tehát Karácsony, Márki-Zay, vagy esetleg mégiscsak Jakab, ezek mind új generáció, új korábban úgy mondták ezt, hogy 21. századi pártok, ezt főleg a momentumosok szerették mondani, meg talán a Jobbik is. Mindegy. Szóval ebben az értelemben ez érdekes lesz, mert megoszlanak ezek a 21. századi szavazatok. Bocsánat, az udvariatlanságért én Dobrev Klárát is egy teljesen 21. századi jelöltnek tartom, csak mégis ott van az a korábban már emlegetett teher, és ezért mondom, hogy az is lehet egy olyan forgatókönyv, amikor ezek a 21. századi fiatal emberek között megoszlanak a szavazatok, és a harmadik örül például ebben az esetben Dobrev Klára. Azt de teljesen elképzelhetetlennek tartja, hogy Márki-Zay Péter lehet a nevető harmadik? Nem, semmi. Bocsánatot kérek, olyan izgalmas ez az egész, és annyira új helyzet ez az egész, hogy én semmit nem tartok kizártnak. Márki-Zay Péternek nagyon sok előnye van, és nem kevesen vannak, hát, hogy úgy mondjam, a barátaim között sem kevesen vannak azok, akik azt mondják, hogy mivel egy
markánsan nem baloldali, mondhatnám úgy, hogy jó, ha nem lennének ezek túl durva címkék, inkább jobboldali, inkább keresztény, inkább családcentrikus. Szóval nagyon sok minden jót el lehet róla mondani, jó fellépésű, bátorkodnék még akár a karizmatikus jelzőt is használni, bármi megtörténhet. De alapvetően azért mégiscsak azt gondolom, hogy az első számú kihívója Dobrevnek, ha, azért mondom ezt így, mert ha most Dobrev megnyeri az első fordulót, akkor itt kihívók lesznek, az mégiscsak Karácsony Gergely, akinek azért a második helye azért alig ha kérdőjelezhető meg. Erre még várni kell egy pár órát. Hát akkor várunk és figyelünk. Han Endre, nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk. Örülök, hogy itt lehettem, és máskor is szívesen. Viszontlátás. Közben látom, Andris, hogy Hont András bejegyzését figyeled gőzerővel, mert a... Szekeztünk Szabó Józsefit. Közben figyelünk nekünk, folyamatosan monitorozza itt az információk folyamát. Ugye az öt választókörzet alapján Hont András kiszámolta a szavazás állását, és ez azért is érdekes, ez az öt választókerület, mert mindegyik az országban máshol helyezkedik el. Ezek alapján Dobrev Klára 37,5%-on, Karácsony Gergely 27%-on, Márki-Zay Péter 20,5%-on, Jakab Péter 11%-on, Fekete Győr András 4%-on el. Azt nézem, hogy mi még azt tippeltük a műsor elején, hogy Dobrev Klára 31%-ot kap, Karácsony és 37,5 a jelenállás szerint, Karácsony Gergely 22-re tippeltük és 27, Márki-Zay Pétert 21-re tippeltük és 20,5, Jakab Péter 18-ra tippeltük és 11, és Fekete Győr András 8%-ra tippeltük és itt most jelenállás szerint 4, szóval megelőlegeztük a bizalmat. Deák Dániel politológussal, a 21. század intézet elemzőjével, vezető elemzőjével, a Megafon munkatársával fogunk beszélgetni. Most itt van a vonalban, szervusz, köszöntünk a műsorban. Deák Dániel elnémult. Lehet, meghallotta a számokat, és már nem akar velünk szóba állni. Sokkolták a számot. Na, de addig én büszke vagyok, hogy a Márki-Zayt ilyen jól megtippeltük. Aztán persze még ez sem végleges eredmény, de... Meg egyébként ez olyan szinte még akár még közelebb is kerülhet a saját álláspontunk. Közben a kommentelőket ismét arra bátorítanánk, hogy írják meg nekünk, hogy a második fordulót szerintük ki fogja nyerni, Dobrev Klára nyeri, Karácsony Gergely vagy Márki-Zay Péter. És Deák Dániel most már itt van a vonalban, szervusz, köszöntök a műsorban. Sziasztok, itt vagyok, csak valami technikai probléma volt. Lehet, hogy itt is lefagyott a rendszer, mint ahogy az szokott lenni. Elég markáns posztokat írsz a Facebookra, itt jókat mosolygok az illusztrációkon, főleg a Szél Bernadettről készült kép nagyon vicces. Te hogy látod ezt az egész helyzetet most? Mert azt látom, hogy te adatgyűjtésnek értékeled az előválasztást. Mik az első benyomásaid? Igen, a Facebookon azért kell ilyen illusztrációkat alkalmazva egy más felület, tehát még egy telefonos interjúban vagy televíziós interjúban van lehetőség az embernek arra, hogy hosszan kifejtse a gondolatait, pedig a Facebookon figyelemfelkeltőnek és lehetőleg tömbörnek kell lenni azért ezt az eszközt alkalmazom, de úgy tűnik, hogy egyébként tetszik a Facebook közönségének. Rátérve a témára, hát igen, ez egy adatgyűjtési kampány, tehát egyébként ezek a pártok nyíltan beszélnek arról, hogy ugye az aláírásgyűjtés óta ezeket a személyes adatokat egymás rendelkezésére bocsátják, és ez egy teljesen legitim dolog, tehát minden pártnak ahhoz, hogy a választáson egy sikeres kampányt tudjon folytatni, szüksége van egy nagy adatbázisra, a személyes adatokra, hiszen ennek köszönhetően tudják majd mozgósítani a választási kampányban a saját választóikat. És ugye arról is sokszor beszéltem, akár tegnap este is én már előre elmondtam a végeredményt, és úgy tűnik, hogy be is igazolódik, hogy ugye Dobrev Klárával megnyerhetik az első fordulót, értelemszerűen ez felhajtó erővel bír, hiszen Dobrev Klárának az elutasítottsága az rendkívül magas, mint a legutára láttam mérést, abban 75%-a magyaroknak nem szeretné őt fontos pozícióban látni, tehát értelemszerűen az ellenzéki táboron belül is egy jelentős csoport van, aki azt mondja, hogy nem szeretné Dobrev Klárát sem Gyurcsány Ferencet hatalomban látni, értelemszerűen akkor ez mozgósító erővel bír, és Karácsony Malmára hajtja majd a vizet, és én arra számítok, hogy Márki-Zay Péter vissza fog majd lépni a második fordulóban, tehát lesz egy Dobrev Klára, aki Gyurcsány Ferencnek a felesége jelölt, és lesz Karácsony Gergely, innentől kezdve egyértelmű, hogy Karácsony Gergely fogja megnyerni, az eleje óta erre számítunk.
Szerinted Márki-Zay Péter tényleg visszalép, mert ő nagyon elszántnak tűnik. Ő ugye majd egy olyan helyzetet fog kilakítani a balliberális sajtó, a Telex, amelyik gyakorlatilag a Karácsony Gergely propaganda lapja, de ide illeszhető a HVG, vagy a 444.hu is, most már statisztikai adatok, a Transparency újságírásért alapítvány pont ma tett közé egy statisztikai adattáblát arról, hogy melyik sajtótermék, melyik ellenzéki jelöltet futtatja. Tehát a Karácsony Gergely propaganda lapja így gyakorlatilag az elkövetkezendő napokban majd írják azokat a cikkeket, hogy Dobrev Klárával nem lehet nyerni. Előbb ugye Arn Endre is arról beszélt, hogy hamarosan kijön majd egy kutatással, ami majd jól megmutatja, hogy melyik az esélyes jelölt Orbán Viktorral szemben. Az MSZP közeli publikus intézet is szerintem már készíti azokat a statisztikai adatokat, amelyekkel azt fogják mondani, hogy csak Karácsony Gergelyen lehet nyerni. Tehát egy olyan politikai légkört, egy olyan kommunikációs légkört fognak majd kialakítani az elkövetkezendő napokban, amellyel az ellenzéki törzs szavazókat abba az irányba fogják orientálni, hogy mindenképpen csak Karácsony Gergelyen lehet majd győzni, és innentől kezdve Márki-Zay Pétert is egy választás elé fogják állítani, vagy Orbán Viktort támogatja, vagy a kormányváltást, de nagyjából én ezt a szlogent, ezt az üzenetet fogom várni az ellenzéki sajtótól Márki-Zay Péter irányába, és bele fogják kényszeríteni abba, hogy lépjen vissza. Érdekes, amit mondasz, mert pont előtted volt Han Endre a vendégünk, és ő azt is mondta, hogy szerinte sokkal szerencsésebb lett volna, ha csak két jelölt jut tovább. Csak Márki-Zay Péter meg annyira makacsnak tűnik, hogy meg annyi kritikát, meg rendszerkritikát fogalmazott meg, hogy nagyon furának tűnne, ha ő tényleg visszalépne. Aztán az is lehet, hogy ez az egész ez szintén, ahogy ti szoktátok mondani, a Gyurcsány show-nak a része. Egyébként én hallottam Márki-Zay Pétertől egy arra utaló nyilatkozatot pár héttel ezelőtt, hogy egyébként ő fogja először visszalépésre szólítani Karácsony Gergelyt, és hogy a Karácsony Gergely nemet mond erre a felszólításra, akkor majd ő el fog gondolni. Még egy Dobrev Márki-Zay meccs is izgi lenne. Igen, tehát Márki-Zay már utalt rá korábban, hogy ő egyébként valamilyen forgatókönyv esetén vissza fog lépni, én is egyébként tényleg erre számítok. Annyira lefutottnak tűnik ez a dolog, és annyira előre lejátszottnak, hogy gyakorlatilag ezt, aki politikával foglalkozik, vagy háttérinformációkhoz hozzájut, az nem lepődik meg ezen. Hát a HVG még, jól emlékszem, májusban megírta már, hogy a pártvezetők megállapodtak a legtöbb kérdésben, mindenki Karácsony Gergelynek a győzelmére készül, és egyébként látszódott is az előválasztási kampányban is, hogy mindenki viszi a saját szerepét. Jakab Péternek szánták azt a szerepet, hogy egy ilyen erős kommunikációval próbálja meg a vidéki szavazókat behívni ebbe az ellenzéki együttműködésbe. Fekete Győr Andrásnak szánták azt a szerepet, hogy a fiatalokat hozza be. Dobrev Klárát próbálják a radikális kemény mag, baloldali kemény magnak a mozgósítására felhasználni. Márki-Zay Péter pedig egy ilyen kicsit ilyen kívülálló szerepet hoz, tehát ő inkább a bizonytalanoknak a behívását szolgálja, és egy Karácsony Gergelyt szánják, úgy fogalmaznak, közös nevezőnek, egy ilyen ernyő jelöltnek, aki be tudja ezt a sokszínű társaságot maga alá gyűrni, és ő tudja képviselni a nyilvánosságban. Tehát ez egy így összerakott, egyébként egész kompakt forgatókönyv, és hát értelemszerűen itt most el kell játszani a színjátékot, el kell játszani azt a versenyt, azt a látszatot, amit ugye arra használnak fel, hogy mozgósítsák a választókat, és ennél több személyes adatot be tudnak gyűjteni ezek a pártok. Akkor szerinted teljesen, tehát így ennyire megtervezett az egész előválasztási folyamat? Ugye számomra például Jakab Péternek a teljesített eddigi eredménye, illetve Márki-Zay Péter eddigi eredménye volt, ami kifejezetten meglepő volt, akkor ezeknek szerinted nem lesz meghatározó befolyásra esetleg a további folyamatokra? Abban a szempontból lesz, hogy Gyurcsány Ferencnek eddig két nagy ellenfele maradt, ugye a Demokratikus Koalíció mellett a Momentum és a Jobbik az a másik két párt, amelyik 10% körül vagy afeletti támogatottsági szinten áll. Tehát értelemszerűen a DK-nak, Gyurcsány Ferencnek az a célja, hogy a hozzá hasonló erőt képviselő pártokkal és azoknak a vezetőivel leszámoljon, a háttérbe tolja őket. Most egyébként ez a terve összejött, tehát azzal, hogy Jakab Péter nem jut be a második fordulóba, Fekete Győr András szerintem ilyen, még a Momentumosoknak a
több mint a fele nem is szavazott Fekete Győr Andrásra, tehát ilyen síralmas eredményeket tudnak felmutatni ezek a politikusok. Értelemszerűen innentől kezdve a tárgyalásoknál gyenge pozíciót fognak képviselni, nem tudják érvényesíteni megfelelően a Jobbiknak és a Momentumnak az akaratát. Tehát ebből a szempontból van egyébként érdemi ráhatása most ennek az eredménynek a az elkövetkezendő hetekben várható folyamatokra, és értelemszerűen azon túl, hogy megállapodtak mondjuk a legtöbb egyéni körzetben, és megállapodtak a miniszterelnök jelöltnek a személyében is, vannak olyan egyéni körzetek, ahol látjuk, hogy maradt verseny, maradt kérdés, de ez inkább csak arról szól, hogy majd a közös listának a helyeit ezek alapján fogják majd szétosztani, tehát amelyik pártnak a jelöltjei nyertek a leginkább az egyéni körzetekben, akkor valószínűleg a listás eredmények is nekik fognak majd kedvezni, és ez a párt is egyébként a DK lesz, tehát most jönnek már ugye a friss adatok, azt ki lehet jelenteni, hogy vidéken például a DK az nagyon sok helyen tarol. Nagyon érdekes, hogy délután 2 óra óta tart a Hit Rádióban itt egy előválasztási műsor, és az ország minden megyéből volt tudósítónk, és a vidéki tudósítóknak a 90%-a elmondta, hogy gyakorlatilag nincs érdeklődés az előválasztás iránt, illetve nincs választási hangulat. Ha meg megnézzük a Facebookot, vagy megnézzük a fővárost, akkor ott egy ilyen felfokozott izgalmat látunk, ami alapján akár arra is tippelhetnénk, hogy itt kormányváltó hangulat van az országban. De te hogy érzékeled? Valójában mi a valóság? Van kormányváltó hangulat, és tényleg oda kell figyelni, vagy ugyanolyan langyos víz az egész történet, mint a korábbi választási kampányokban? A kormányváltó hangulatnak az aránya az nagyjából ugyanakkora, mint a 2018-as választás előtt. A különbség ugye az, hogy most két tömb áll egymással szemben. Ellentmondó közvéleménykutatások jönnek ki. Én ilyenkor mindig azt szoktam csinálni, hogy átlagolom ezeknek a közvéleménykutatásoknak az adatait. Más az elvetés, más a nézőpontnak. Igen, abból az a szerencsém, hogy a 21%-os intézet nem készít közvéleménykutatásokat, tehát nekem nem kell a saját kutatásomat propagálni, ezért én azt szoktam csinálni, egy Excel táblába összírom ezeket a számokat, és átlagolom az eredményeket, és általában egyébként ezek nagyon jól előre szokták jelezni, hogy mi jelenleg az aktuális politikai erőviszony. Azt látom, hogy a Fidesz nagyjából ilyen 49-48%-on áll a biztos pártválasztók körében, míg a baloldal 42-43%-on, tehát a listás eredmények kapcsán elmondható, hogy egy enyhe Fidesz vezetés van, azonban még az is elképzelhető egyébként a választás estén, hogy akár a baloldal 1-2%-kal jobb eredményt ér el listán, mint a Fidesz-KDNP, azonban mivel a baloldalnak a támogatottsága fejnehéz, tehát ugye az Ávesz mérése is erre utal, hogy Budapestre összpontosul, illetve a nagyobb megyeszékhelyekre a baloldalnak a támogatottsága, ebből kifolyólag ugye fejnehéz, viszont az egyéni körzeteknek a többsége az vidéken van, és én szerintem Észak-Kelet Magyarországon, tehát Hajdú, Bihar, Heves megye, Szabolcs, Nógrád megye, ezeken a területeken, ezekben az egyéni körzetekben fog majd egyébként eldőlni a 2022-es választás, abból kifolyólag, hogy arról sokan elfelejtik, hogy ezeken a részeken volt erős korábban a Jobbik, tehát például Heves megyében ugye Vona Gábor ott indult, ott 30%-os eredményt ért el a Jobbik. Most azt látjuk, hogy a Jobbik az felére, vagy még annál is kisebb arányára esett, és ezek a szavazók, ezek az egykori Jobbikos szavazók javarészt nem a többi balliberális párthoz mentek át, hanem a Fidesz szavazótáborát erősítik jelenleg. Tehát én arra számítok, hogy a most Bilegűnek tartott Észak-Kelet magyarországi egyéniknek a túlnyomó többsége az egyébként a Fidesz oldalára fog majd elbillenni, se forgatókönyv megvalósulása esetén, hogyha még az országos listán, mondjuk a baloldal 1-2%-kal vezet is, az egyéni körzeteknek köszönhetően a Fidesz egy ilyen 110 és 120 közötti parlamenti mandátumot tud majd szerezni. És végezetül egy utolsó kérdés, van-e élet az ellenzéki összefogáson túl? Ott van például a Kétfarkú Kutyapárt, és ott van a Mi Hazánk Mozgalom. Szerinted nekik van esélyük bekerülni a parlamentbe?
A Fidesznek a kommunikációja az, hogy mind Karácsony Gergely, mind Dobrev Klára Gyurcsány Ferencnek az embere, aminek egyébként van valóság alapja, tehát maga Dobrev Klára mutatott rá ugye az utolsó miniszterelnök jelölti vitában, hogy egyébként Karácsony Gergely már réges-régóta, tehát a 2000-es évek eleje óta Gyurcsány Ferencnek a tanácsadójaként dolgozik, 2006-ban is ott volt Gyurcsány Ferenc mellett Karácsony Gergely, sőt egyébként egy interjúban ki is állt az akkori miniszterelnök mellett, tehát nem ítélte el a 2006-os eseményeket, és hát ebből fakadóan könnyű dolga van a Fidesznek ezt a narratívát kialakítani a választási kampányban, és ez egyébként a kétfarkú kutyapárt, vagy egyéb alternatív kisebb pártoknak a malmára hajthatja a vizet, tehát könnyen elképzelhető az, hogy azok a ellenzéki szavazók, akik nem akarják azt, hogy visszatérjen a 2010 előtti világ, hogy így, hogy az ellenzéki kritikusok szokták fogalmazni, hogy a Gyurcsányféle világ, akkor értelemszerűen azok a szavazók átszavazhatnak ezekre a pártokra, tehát a kétfarkú kutyapárt pont az előbb hallott Han Endre mediános kutatásában ez ki is jött, könnyen elérhet egyébként a parlamenti bejutási küszöböt. És a kétfarkú kutyapárt Gyurcsány házi állata, vagy egy önálló entitás? Úgy tűnik, hogy egy önálló entitás, tehát sokszor nyilatkozott a kétfarkú kutyapártnak az elnöke azzal kapcsolatosan, hogy csalódott a baloldalban amiatt, mert ugye ez a Gyurcsányféle világ még mindig jelen van a baloldalon, tehát könnyen elképzelhető, hogy olyan helyeken is indítanak majd jelölteket, ugye a választási szabályok miatt ez kötelező is lesz számukra, tehát ahhoz, hogy el tudjanak indulni a választáson, országos listát tudjanak állítani, olyan körzetekben is kell indítaniuk jelölteket, ami egyébként a baloldal számára esélyes, nyerhető körzet, tehát ez egyébként a baloldal számára egy rossz forgatókönyv is lehet. Pont a 444.hu készített még pár hónappal ezelőtt ezzel kapcsolatosan egy részletes YouTube videót, ahol taglalták azt, hogy a kétfarkú kutyapárt az veszélyeztetheti egyébként a baloldalnak a pozícióit. Hát igen. Deák Dániel, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Köszönöm én is. És folytatjuk is nem sokára az adásunkat elemzőkkel. Újabb számok ismét nem érkeznek. Hát úgy tűnik, hogy ilyen hullámok. Elmentek pihenni a szavazatszámlálók, azt ugye Magyar György mondta nekünk, viszont látjuk az eddigi összesített eredményt, ezt érdemes talán megtekinteni, hogy milyen érdekes a Dobrev Klárának az előnye jelenleg egész magasnak tűnik. Szerintem rá is, nem tudom, rá tudunk-e közelíteni a nézőknek. A nézőknek szerintem tudjuk mutatni közben, igen. Igen, itt van. Nagyon-nagyon érdekes ez, hogy Dobrev Klára a diagram ábra szerint azért eléggé megelőzte a többieket. Sőt, ami számomra meg még meglepőbb, ugye, amit ugye eddig is tárgyaltunk, viszont most vizuálisan is eléggé látszik, hogy Jakab Péter szavazatainak az aránya Márki-Zay Péteréhez képest, ami ugye már majdnem dupla. Igen. Viszont az is érdekes, hogy ha Jakab Péter szavazatait hozzáadod Márki-Zay Péterhez, akkor Márki-Zay Péter megelőzi Karácsony Gergelyt, de nem előzi meg Dobrev Klárát. És ha Fekete Győr Andrást hozzáadjuk Karácsony Gergelyhez, akkor viszont Karácsony Gergely már megelőzte. És többek között... De én továbbra is azt gondolom, hogy kevesebben fognak elmenni a második fordulóban szavazni, de ezt majd mindjárt megbeszéljük. Igen, és szerintem itt átlesznek azért osztva a kártyák ebben a tekintetben. Rotyis Bálint politológus, a Nézőpont Intézet elemzője van a vonalban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Látunk most már részeredményeket ebből, azt látjuk, hogy Dobrev Klára jelentősen vezet, és éppen azon lamentálgattunk itt, hogy vajon a második fordulóban mennyire alakulnak át az erőviszonyok, illetve hogy vajon a második fordulóban többen fognak-e elmenni szavazni, mint az elsőben. Ön mire tippel? Még nagyon kevés eredményt tudunk, tehát az a végső következtetésekre még várni kell. Valóban az látszik egyenlőre, hogy Dobrev Klára képes volt a jobban mozgósítani azokat a magszavazókat, akik nyitottak voltak erre a választásra, szemben Karácsony Gergellyel, de azt is látjuk, legalábbis jelen állás szerint, hogy Fekete Győr András nagy gyakorlatilag nincs esélye, míg Jakab Péter, Márki-Zay Péter, vagy Márki-Zay és Jakab Péter, ők még a harmadik helyért küzdenek ilyen értelemben. Mi várható a második fordulóban? Biztos, hogy egy Dobrev Karácsony versengés lesz. A kérdés az, hogy a harmadik jelölt kiktől vehet el szavazatokat, vagy inkább mögé állnak be. Ugye magának a küzdelemnek nincsen
egyértelmű jogi szabályzata, tehát az, hogy miként fog megtörténni, miként fognak reagálni a különböző politikai szereplők és jelöltek a második fordulóban, azt majd az elkövetkező napokban találja ki a pártoknak a stratégiája, a pártoknak a vezetése, úgyhogy valóban egyenlőre úgy tűnik, hogy Dobrev Klára tudott a legsikeresebben mozgósítani. És ahogy a számokat elnézzük, Dobrev Klára jelentősen elhúzott azért. Eddig ugye az 5 választókerületet látjuk, de ott jelentős az előnye. Minek köszönhető szerint ez a fajta siker? Ugye maga az előválasztás az egy innovatív új eszközként lett bevezetve, vagy legalábbis ezzel a szándékkal lett bevezetve a magyar politikai életbe. Viszont azt láttuk, hogy valójában olyan szavazói csoportokat, akik nem teljes mértékben elkötelezettek egy-egy párt vagy egy-egy jelölt mellett, azokat nem sikerült mozgósítani. Tehát erre a választásra azok mentek el, akik nagyon elkötelezettek egy-egy jelölt vagy párt mellett, és a legfegyelmezettebb, legelkötelezettebb táborral egyértelműen a demokratikus koalíció rendelkezik, és az eddigi eredmények azt mutatják, hogy legalábbis ez teljes mértékben visszaigazolják, hogy ők voltak azok, akik a leglelkesebben elmentek szavazni. Jó kérdés az, hogy vajon a második fordulóban ez a lelkes tábor, ez önmagában elég lehet, vagy esetleg a második jelölt, aki jelen pillanatban Karácsony Gergely, képes lesz ezt a tábort meghaladni. Alapvetően még az merül fel bennem kérdésként így az előző információk hallgatása során, hogy a következő választáson milyen erőviszonyok várhatók, szülhető-e bármilyen olyan erőviszonyokkal kapcsolatos információ mostani előválasztás támogatottságával, legitimitásából kiindulva, hogy mennyire sikeresen tudnak szembeszállni a Fidesz-szel? Tehát ebből látunk-e a mostani számokból erre utaló jeleket? Hogyha megnézzük, magán az első fordulón 633 ezer szavazó vett részt. Ugye miután ez az első ilyen eset, hogy ezt az intézményt bevetették a politikai életbe, így nyilván így összehasonlítani ezt a számadatot nagyon nehéz bármivel is. Azt látjuk, hogy azért ez a tábor, ez, ahogy említettem korábban, ezek a nagyon elkötelezett szavazók, akik ténylegesen elmentek, viszont olyan szavazók, akik esetleg bizonytalanok, vagy nem teljesen elkötelezettek, azért azokat ezzel a módszerrel megszólítani nem sikerült. Na most a szigorúan véve csak a nagyon elkötelezett szavazók önmagukban kevesek lesznek ahhoz, hogy képesek legyenek legyőzni a Fidesz-KDNP-nek a táborát. Hogyha ez az intézmény, tehát maga az előválasztás ilyen értelemben képes lett volna plusz szavazókat hozni az ellenzéki pártok számára, akkor látnunk kéne már most valamiféle mozgolaldást a két nagy tömbnek az erőviszonyai között, hisz maga az előválasztás az nem csak erre a hétre, meg a múlt hétre koncentrálódott, hanem gyakorlatilag az elmúlt másfél hónapban erről szóltak a hírek. És a Nézőpont Intézet legfrissebb kutatása szerint, amiben szeptemberi adatok is szerepelnek, pártpreferencia adatok, megnéztük, hogy az előző hónapokhoz képest milyen változás állt benn a két tábor között, és arra jutottunk, hogy ha most lennének a tényleges választások, akkor a listák alapján a szeptemberi adatok szerint Fidesz-KDNP 53%-ot kapna, míg a baloldal 45%-ot kapna. Ezek az eredmények hiba határon belül, de gyakorlatilag megegyeznek az augusztusi eredményekkel, tehát maga az előválasztásnak az intézménye a két nagy párt több erőviszonyai közt nem tudott érdemi jelentős átalakulást elérni. A részvétel szempontjából hogy értékeli azt a mostanit? Ugye a teljes népességet tekintve akkor ilyen 6,8%-os a részvétel, ha a választó képes lakosságot nézzük, akkor ez egy kicsit magasabb. Ez milyennek minősül? Ugye, hogyha abból indulunk ki, hogy sikerült-e megmozgatni a tábort, tehát ha sikerült-e megmozgatni az ellenzéki szavazókat, akkor végül is sikerült őket megmozgatni valamilyen szinten. Hogyha abból indulunk ki, hogy sikerült-e a meglévő táborukat növelni, akkor viszont ez az érték, ez kevésnek minősül.
Azt hiszem, hogy a listás választáson még 2018-ban azért csak az MSZP kapott körülbelül ennyi szavazatot, mint amennyien most az ellenzéki előválasztáson részt vettek, és akkor még nem beszéltünk a Jobbik 1 millió fölötti szavazatáról, a DK szavazatairól, és a többi, és a többi. Igen, tehát a 2018-as országgyűlési választásokon, ha az ellenzéki pártok listás szavazatait összeadjuk, akkor ott ugye a durvá 2,5 millió szavazójuk volt, tehát ahhoz képest nyilván ez egy sokkal kisebb tábor. Senki sem számolt azzal, hogy itt sikerül akár egy megközelítőleg is egy hasonló tábort elérni. Ugye maguk a előzetes tippelgetések is ellenzéki oldalról, amik úgymond a siker mértékét próbálták beharangozni, ők is hát ilyen 300-600 ezer köré tették ennek a tábornak a méretét. De ahogy mondom, tehát a kemény magot, az ellenzéki kemény magot végül is sikerült valamelyest átmozgatni, viszont hogyha megnézzük, ugye ezzel párhuzamosan volt egy kormányzati, vagy hát egy kormánypárti petíciós, ugye ez a Stop Gyurcsány Stop Karácsony petíció, mivel viszont már több mint 700 ezer támogatót sikerült szerezni a kormánypártoknak. Tehát ha megnézzük, két akció, maga az előválasztás és a kormánypártoknak az akciója, az gyakorlatilag hasonló erősségűre, a kormánypártok akciója még egy kicsit erősebbre is sikeredett. Tehát ilyen értelemben olyan fajta átütő erőt, ami miatt jelen pillanatban mondjuk a Fidesznek most aggódnia kéne, én nem látok ebben a részvételi számban. Rotyis Bálint, köszönjük szépen! Köszönöm szépen! No, hát azt látom, hogy továbbra sincs új adat. Azt viszont elemzik sokan, hogy Rethnyi-Földi Judit Fejér megyében például, ugye ő az offshore botrányba keveredett DK-s képviselő, nem tudott mandátumhoz, vagy előválasztási mandátumhoz jutni, mert legyőzte az MSZP jelöltje Márton Roland. És nem sokára fogunk kapcsolni is, méghozzá pont Fejér megyébe, ha jól látom, akkor Fejér megyei tudósítónk másodperceken belül a vonalban van. Így van, Vég Csabát kapcsoljuk Fejér megyéből. Szerbusz, köszöntünk a műsorban. Köszöntöm a hallgatókat, és köszöntelek, Tamás. Igen. Izgalmas lett itt a vége Fejér megyében. Ugye ott volt Rethnyi-Földi Judit, akit igen, azzal vádoltak meg, hogy offshore cégeikben van érdekeltsége. Ma már odáig jutott azok nyomozás, hogy elvileg striptease bárhoz is kötődik. Az értesülések, illetve most már a végleges eredmények szerint viszont nem ő gyert, hanem az ellenfele. Nem. Mit tudunk most Fejér megyéből? Előzetesen annyit szeretnék elmondani, amit egyébként elmondtam a tavalyi helyhatósági választásoknál, és mert akkor is engem kapcsoltatok, hogy igazából itt Fehérváron nem vártunk nagy drámai eseményeket is, ugye, ahogy most kiderült, hogy meg előzőleg mondtad is, hogy a vidékiek 90-95%-a arról számolt be, hogy nincs nagy előválasztási láz. Ugye itt Fehérváron most olvastam is, hogy 5500 ember adta le a szavazatát. Hát azt gondolom, hogy azért az egy 5% körüli részvétel az tényleg nem mutatja. Bár itt valószínűleg az is lehet egyébként, hogy ezért most választási műsortként adjuk elő, de gyakorlatilag a mostani győztes az lehet, hogy a 22-es vesztes lesz, és az emberek így állnak hozzá ez a kérdéshez, hogy tulajdonképpen is Fehérvár egy erős polgári város, és tulajdonképpen itt nem vártunk nagy Varga Tamás ott a képviselő továbbra is a Fidesz részéről? Így van, tehát Fehérvár, akkor pár dolgot így vázlatosan, tehát ugye Fejér megyében 5 választókerületből 2 van Fehérváron, a Fejér megy egyes között Varga Tamás. Ez a klasszikus fehérvári, tehát a belpesti mondjuk így körzet, a másik Fejér megyei kettes, az Törő Gábor. Ezt most ne is beszéljünk erről, mert a Törő Gábor ellen csak egy jobbikos jelölt volt az előválasztáson. Tehát ott nem volt tét. Itt nem volt tét, viszont az egyes kerület, ami mondtam, tehát az igazi klasszikus Fehérvárnak tekintető, ott voltak ugye a drámai fordulatok, és itt nagyon érdekes, hogy ugye hallgattam a műsorban, most bekapcsolottam én is, hogy a DK dominanciája a nagyvárosokban, hát ugye itt a Rászné-Földi Judit esete, ő a DK-s, és azt tudik, hogy ő a keményvonalas DK-s, tehát ott van Gyurcsány Ferenc és Doblev Károly Holdudvarában, ami ez egyébként a mi polgármesterünk gratulált is neki, mikor bekerült ebbe a választmányba, és a Márton Roland, aki egyébként megnyerte most 55%-kal, hát ebből az 5500 szavazóból, mindenki őt várta egyébként, tehát egész egyszerűen mondjuk így fideszesként, már bocsánat, ezt így megjegyezhetem,
hogy gyakorlatilag csak popcornt kellett elővennünk és végignézni, hogy itt egymást. De ugye, akkor borult a papírforma? Nem. Az az igazság, hogy igazából Márton Rolandot váltak még a botrány ellenére. Igen, tehát ő itt Fehérváron egy ilyen, hogy mondjam, egy baloldali mindenes. Ha egy kicsit ilyen bulvár vagy magazin jelleggel adhatom ezt elő, már szerintem pont ez olyan, mert én nem vagyok profi elemző, mint az előttem hallható emberek. Tehát én inkább a helyi viszonyokat mondom, tehát Márton Roland mindig ő indul ugye polgármesterként is, ő indul képviselőjelöltként is, mindenként. És gyakorlatilag a Fidesznek nagyon könnyű helyzete van, mert ők egymást, és ezt úgy kell kezdeni, hogy nemrég fel is bomlott a fejlmegyék közülésben a baloldal összefogásnak a koalíciója. És ezt szerint úgy kell kezdeni, hogy az emberek azért itt járnak köztünk, azért mi ismerjük őket, akik fehérvárjak vagyunk, és tényleg szerint nem is beszélnek egymással. Mm. Tehát akkor ott tényleg van vita. Még az is elképzelhetőre, hogy Rácné Földi Juditnak az ügyeit nem a Fidesz robbantotta ki, hanem az ellenzék más nem. szereplői? Nem, direkt rá, mondhatom így, hogy Fidesz közeli barátaim szobatársaitól tudom, hogy nem, abszolút. Tehát ők is tájnagy szemekkel nézik, hogy sikerült ennyire egymásnak keresztbe tenni. És azért nem igaz, hogy mert igazi politikai csatározás nincs Székesfehérváron a közgyűlésben, a baloldalon belül úgy értem. Tehát a múlt héten volt egy elég markáns közgyűlés szavazás, ahol a fehérvári kardinális kérdéseket megszavazták egyhangúan, és a baloldal egyértelműen a jobb, tehát megszavazták magyarul az összes fideszes javaslatot. Ezek ilyen egy nagy csarnoképítés, stb. Ha nem is, ha egy páran tartózkodtak ugyan, tehát egyértelműen nem, itt nem egy, hadd mondjam, azt fogalmazom így, hogy itt nem egy jobb baloldal harc van, hanem egy csak baloldali harc van Fehérváron. És ez tényleg, tehát kibontok, és az emberek, ez az 5500, azt mondom, ez tragikus, tehát ha jelenik most Mártonat, ezt én kisetettem volna Facebookra, tehát egész egyszer azt mondom, hogy oda teszek még egy nullát, aztán majd elnézést kérek. Azért mondjuk el a számokat, Márton Roland MSZP 3057 szavazat, ez 55,61%, és Rácné Földi Judit DK 2440 szavazat, ez 44,39%. Ugye akkor tehát itt 5400 szavazat érkezett rájuk, ami nem magas. Nagyon szépen köszönjük Vég Csabának, hogy itt volt velünk, Fejér megyei tudósítónkat hallottuk. Szia. Na, és most pedig egy kicsit még beszélgetünk, aztán lehet, hogy lesz egy meglepetés vendégünk, és lehet, hogy elköszönünk nézőktől. Feszült figyelemmel nézünk a szerkesztőnkre, hogy tud-e nekünk meglepetés vendéget szállítani. Az minden esetre, még ha egy kicsit az eredményekre visszatérünk, itt ha az ábrát kérhetjük újra arról, hogy ki mennyi szavazatot ért el. Számomra egyébként ez kifejezetten meglepő volt. Főleg, hogy így vizuálisan is meg lehet jelenítve, ez szerintem kifejezetten meghatározó. Szóval ezek a számok azért tényleg azt mutatják, hogy óriási a különbség az internetes térben elfoglalt hely és a valóság között. A vágyálom, tehát hogy azért ez a 3,7% Fekete Győr Andrásnál, ez tényleg olyan, hogy a momentumosoknak egy része is valószínűleg másra szavazott. Szerintem a momentumos szavazók jó része is próbálta realizálni az esélyeket az előválasztásra, és ők is próbáltak olyan jelöltre szavazni, nem mondom, hogy mindegyikük, de akik mondjuk tartott alkalmasabb jelöltnek, mondjuk egy Dobrev Klárát, vagy egy Karácsony Gergelyt, esetleg egy Márki-Zay Pétert, azok ezekre szavaztak. De nézzük még akkor a számokat. Ha feltételezzük, hogy Fekete Győr András átszavaz Karácsony Gergelyre, akkor az ezen alapján, tudom, hogy ez még nem végleges, de gondolatkísérletnek jó, akkor az ugye nagyjából 30%. És még akkor is héttel le van maradva Dobrev Klára. És hogy azt tudnám egyébként a legnehezebben elképzelni, hogy Jakab Péter szavazóiból menne el maradéktalanul valaki egyjelölt fele, mert én azt egy kicsit... Azt szerintem szétoszlik, és szerintem elsősorban Márki-Zay Péter és Dobrev Klára között oszlik az meg. Karácsony Gergelyre nem igazán szó. Ráadásul ugye tudjuk, hogy a DK és Jobbik között van koordináció. Meg hát ugye azért a jobbikos szavazóknak egy jó része, például mondjuk, aki nem szavazna le feltétlenül Dobrevről, viszont az mondjuk Márki-Zay nagyon szívesen mondjuk esetleg. Igen. Úgyhogy ezek ilyen érdekes számok. Azért Márki-Zay Péter és a Jobbik valahol mégiscsak, mert hogy a Jobbik is ugye magát keresztény szociális pártnak mondja. Jelentsen ez bármit is, ezt most ugye igen szépen meghatározták. Mondom, szerintem az egész beszámoló az volt a legnagyobb meglepetés, hogy az utolsó kettő az nagyon lemaradt.
Tehát, hogy én ennyire nem számítottam. Én azt hittem, és a Jakab Péter az csúnyán lemaradt. Ez azt jelenti, hogy a politikai stand-upra még nem igazán vevők az emberek. És emlékezz vissza, hogy itt ült nálunk Brenner Koloman, a Jobbik országgyűlési képviselője, aki azt mondta, hogy azért bizakodnak ennyire, mert olyan számokat hoz a Facebookon, Jakab Péter a TikTokon, meg mindenhol, hogy ezek alapján kizárt, ebből hogy ne ő nyerjen. Ebből látszik az, hogy ami TikTokon és Facebookon egy szórakoztató tartalom is megugrik, az nem biztos, hogy konvertálódik. És ez volt a tanulság Puzsér Robertnél is, ha megnézed. Hogy Puzsér Robert a YouTube-on egy jól működő algoritmus, nagyon sokan nézik meg, amit ő mond. De amikor élesben főpolgármesternek kellett indulni, akkor még a várakozásokhoz képest is kevesebbet kapott. És ugyanígy Berki Krisztián is. Igen, és ebből is látszik egyébként az is, hogy van, aki mondjuk természetesen mozog a különböző politikai közegekben. A Jakab Péter esetében azért voltam annyira meglepve, mert ő ráadásul egy echte politikus. Tehát, hogy egy ilyen tekintet, ekkora főszerep után, amit ő most az utóbbi hónapokban vállalt a politikai életben, én nem ezt vártam semmilyen szinten számok tekintetében. Nem mondom, hogy egyébként nem jogos, mert végül is a szavazók úgy látszik, akkor ezeket a különböző performanszokat, a krumplival, meg más különböző sztorikkal, amik ugye egyébként megfutottak TikTokon, meg Facebookon, lehet, hogy szórakoztatónak ítélték a Facebookon elsőre, de a szavazás során már nem. De ez azt is mutatja, hogy nem az nyeri a választásokat, aki a legtöbb lájkot kapja. Pontosan. Ez Orbán Viktornak is tanulság egyébként. Hát szerintem ugye a Dobrev Klára esetében ugye őneki van egy nagyon szolid politikai háttértáborra, most fogalmazunk így. A DK-s szavazók szerintem nagyon elszántak a maguk nemében, és ez itt most meglátszik szerintem a számokon. A Karácsony Gergely meg szerintem egyébként körülbelül hozta azt, amit úgy nagyjából vártak tőle. Én többet vártam volna tőle, és hát ugye őt azért első hely. Tehát ha ezt a beszélgetést most fél évvel ezelőtt folytatjuk le, akkor teljesen más. Hát vissza kell majd nézni a prognózisban, hogy milyen ötleteink meg. Úgy emlékszem, hogy nálunk elsősorban a Dobrev, Karácsony és Jakab vonalon oszlottak meg az álláspontok. Tehát nálunk úgy volt, a Márki-Zay Péterrel kapcsolatban most kezdtünk el észlelni, amikor már az ismerőseinktől azért nagyon igen, sok igen, meg amikor a TV-viták után érzékelhető volt az, hogy Márki-Zay hát nagyon határozottan és sikeresen állt ki a saját álláspontja mellett, és ebből a most nem tudom egyébként, meg érdekes lehet erről is gondolkodni, meg beszélgetni majd valamikor, hogy igazából ebből fakadt-e csak vajon, vagy közrejátszott az is, hogy mondjuk más jelölteket nem tartottak eléggé komolynak. Egyébként ekkora befolyása lenne a TV-vitáknak amúgy szerinted? Hát ugye azt mondják az elemzők, hogy ezt ott sikerült megnyerni. De az van, hogy a TV-vitákat körülbelül annyian nézhették, amennyien elmentek szavazni, meg mi ugye nem voltunk. Szóval, de most gondolj bele, hogy ha megnézed azt a vitát, és te ellenzéki szavazó vagy, hát ott tényleg meggyőző volt, hogy ki az alkalmas, és ki a kevésbé alkalmas. Viszont van meglepetés vendégünk, egészen pontosan Márki-Zay Péter, aki úgy tűnik, hogy továbbjutója az ellenzéki választások első fordulójának. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy fogadja a hívásunkat. Halló! Jó napot! Hogy érzi magát, hogy van? Igen, elnézést kérek, rendkívül rossz a hangminőség. Az évint a stúdióból még nagyon jól hallottam mindent, most azonban szaggatott. Most is a stúdióból próbálunk beszélni, most jobb esetleg a vonal? Most jobb esetleg a... Kiebb megyek akkor, és akkor megpróbáljuk onnan, jó? Vagy hívjanak vissza, én arra kérem pillanatot, türelmet kérek, itt most nagyon nem hallom. Rendben, semmiképpen nem akarjuk elveszteni. Akkor, tehát Márki-Zay Péter lesz a meglepetés vendégünk, úgy tűnik, hogy össze fog vele jönni a kapcsolat, és várunk arra, hogy elkészül. Szóval, hogy ott tartottunk pont Márki-Zay Péter esetében, hogy arra azért senki nem számított a vitákig, de ott tényleg nagyon meggyőzően alakított, és volt egy csomó olyan markáns mondat, hogy ne beszéljünk itt adóemelésről, talán ki is lóg ebből a sorból. A másik az, hogy ő az, aki nem húzható be ebbe a sémába. Kicsit azt is érzékeltem egyébként, amit mondtál a szavazatok konvertálódása kapcsán, hogy amikor a Facebookon, TikTokon jól megfut, az nem biztos, hogy átkonvertálódik szavazatokra. Szerintem a vitáknál is egyébként ez jött le, hogy ott nem lájkok voltak, ott nem megosztások voltak, hanem ott az volt, hogy volt egy vita, ahol mindenki a saját programját és különböző tények vonultatott fel, és szerintem Márki-Zay Péter esetében ez volt, ami ott a vitáknál, az ő esetében nagyon az ő malmára hajtotta a vizet. És Márki-Zay Péter a vonalban. Jó napot kívánok, polgármester úr, most hall minket? Igen, most tökéletes, kijöttem az utcára, és elnézést. Szuper, hát harmadik helyre futott be a legfrissebb hírek szerint, ezt meg tudja erősíteni, vagy ön mit tud ezekről az eredményekről?
Hát nyilván pontosan azt legfeljebb egy vagy két nap múlva fogunk tudni, de én is követtem az eddigi híreket, illetve több körzetből szavazott számlálók is azt jelezték, úgyhogy komoly reményeink vannak egy harmadik hely és 15% feletti eredményre, amivel már a második fordulóba lehet jutni. Amikor legutoljára beszélgettünk, akkor az aláírásgyűjtés kapcsán azt mondta, hogy megtörtént a csoda, és most már nem tartja kizártnak, hogy ismét megtörténjen. Ezt a harmadik helyet csodaként fogja fel, vagy számított már rá itt az utolsó pillanatban? Nem, hát ez annál több azért. Én még továbbra is azt mondom, hogy újra megcselekedtük a csodát, vagy megtörtént a csoda. Én ezt átéltem Hódmezővásárhelyen, két választáson, átéltük az aláírásgyűjtésnél is, hogy egy közvéleménykutatók által egyáltalán nem előrejelzett sikerrel minden várakozást fölülmúló támogatást kaptam, és hát nagyon-nagyon hálás vagyok, itt szeretném megkérdezni, megköszönni. Nem csak az előválasztás lebonyolításában résztvevő embereknek bármely párthoz tartozzanak is, hanem különösen is az engem szavazatukkal is támogatóknak ezt az eredményt. Nagyon hálás vagyok érte, és köszönöm. Mennyire van könnyű helyzetben? Azon gondolkodtam, ha ilyen éppen hogy csak és a negyedik helyen távozik, akkor utána hátradőlve nézheti ezt. Most viszont azért van bőven, mint gondolkodnia. Igen, nagyon sokan kívántak nekem idézőjelben rosszat akkor, amikor úgy gondolták, hogy remélhetőleg nem fogok tudni pihenni nyugodtan majd az első forduló után, és tovább jutok a másodikba, hát most nekik lett igazuk, vagy legalábbis reméljük, hogy nekik lesz igazuk. Vissza fog lépni bármelyik jelölt javára? Hát erről korábban már nyilatkoztam, és egyből, amiben biztos vagyok, hogy mind én, mind a jelölt társaim, versenytársaim azt fogjuk mérlegelni, hogy ki az, aki Orbán Viktor legsikeresebb, legesélyesebb kihívója lehet majd 2022. áprilisában, és ennek megfelelően fogunk egyeztetni, és közösen tovább haladni. Nyilván azt is figyelembe véve, hogy kettő jelölt feltehetően nem fog a második fordulóba jutni, és az ő szavazóiknak a támogatása is egy komoly tényező lehet majd ebben a döntésben. De akkor elképzelhető az a forgatókönyv, hogy ön felszólítja Karácsony Gergelyt, hogy lépjen vissza az ön javára, és ha Karácsony Gergely ezt nem teszi meg, akkor ön visszalép Karácsony Gergely javára? Hát azt is mondtam, hogy van ez a chicken game-nek nevezett játék, amikor ugye két autó egymással szembe halad, és hogyha nem húzzák félre a kormányt, akkor összeütköznek. Én azt gondolom, hogy az ellenzéki pártok, most jelen esetben akár a miniszterelnök jelöltek, azok hatalomból tudják tartani Orbán Viktort, hogyha egy olyan jelölttel indulunk neki a 2022 áprilisi választásnak, aki erre a legkevésbé alkalmas. Én azonban bízom abban, hogy minden párt, minden szervezet, minden rendelkezésünkre álló információt elemezve és figyelembe véve okosan fog dönteni arról, hogy végül milyen felállásban menjünk tovább, és természetesen ebben Karácsony Gergely bölcsességére is rendkívüli módon számítok. Elégedett az előválasztási részvételi számaival? Ugye érkeztek számadatok. Önnek mi az álláspontja, vélemény ezzel kapcsolatban? Elégedett, vagy többet várt esetleg? Hát a legmerészebb várakozások is 600 000-ről szóltak, tehát mindenképpen 633 000-rel azt kell mondjam, hogy rendkívül elégedettek lehetünk. Egy olyan országban, ahol eddig különösen vidéken ugye nem is voltak előválasztások, Budapesten már kipróbálták ezt a módszert 2 évvel korábban, de országos szinten még soha. És így elsőre, ha összevetjük ezt a számot azzal, hogy olyan országokban is, ahol ennek komoly hagyománya van, az 5%-os eredmény már jónak számít. Itt Magyarországon ez a 633 000-nél is több ember, aki leadta a szavazatát, ez egy rendkívül komoly jel. Komoly jel nem csak nekünk ellenzékieknek, hogy nagy legitimitással fogunk megválasztani jelölteket az egyes körzetekben és miniszterelnök jelöltnek is, hanem komoly jel a Fidesz számára is. Azt mutatja ugyanis, hogy nagyon elkötelezett, nagyon eltökélt ellenzéke van. Ön minek tulajdonítja ezt a mostani eredményt az ön szempontjából? Ugye mindenki Jakab Pétert várta azért a harmadik helyre, ehhez képest ön lett a befutó. Hogy érzi, mit csinált jobban, mint Jakab Péter? Hát én elsősorban nyilván annak a munkának, az elkötelezettségnek és talán az őszinteségnek is van abban szerepe, hogy nagyon Jakab Péter nem volt őszinte? Én most nem Jakab Péterhez képest, elnézést kérek, hanem általában a magyar politikai kultúrához képest mondom azt, hogy egy olyan új kultúrát, egy olyan új hangot képviseltem, ahogy Hódmezővásárhelyen is, amire láthatóan nagyon komoly kereslet van, tehát az emberek érzik azt. Nagyon sokan elutasítják az ellenzéki pártokat is, nem csak a Fidesz, és az ellenzéki pártoknak a fejlődése szempontjából például egy óriási mérföldkő ez az előválasztás.
egyrészt a populista ígéretekkel szemben is lehet komoly eredményt elérni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos mérföldkő, és itt nem csak Jakab Péternek voltak olyan ígéretei, amelyek nagyon jól hangzanak, de nehezen lett volna megvalósítható, és nyilvánvalóan nem ez döntötte el a versenyt, mert akkor nem én állnék pillanatnyilag jobban, hanem több jelöltnek is. És azt gondolom, ez egy kulturális változás Magyarországon, és ennek én végtelenül örülök. A családomban volt olyan, aki azt mondta, hogy na, elmegyek az előválasztásra, leszavazok Márki-Zay Péterre, aztán ha nem ő gyer, akkor meg majd szavazok az Orbánra, mert azért mégis maradjon ő. Most itt, amikor kérdeztük, akkor nem válaszolt arra egyértelműen, hogy ki kinek a javára lépne vissza, de akár ilyen is előfordulhat. Nem érzi úgy, hogy ha visszalépne esetleg, akkor az valójában azoknak a választóknak a cserbehagyása lenne, akik viszont inkább így gondolkodnak, hogy ön vagy a Fidesz, mert szerintem vannak ilyenek. Rengetegen vannak ilyenek, én is nagyon sok emberrel találkoztam, aki valóban akár a kétfarkú kutyákra, vagy a Mi Hazánkra is leszavazna, de nem szavazna sem az ellenzéki pártokra, sem a Fideszre. És hát hál' Istennek egyre többen olyanok is vannak, akik a Fideszrel szemben is hiteles alternatívaként látnak, és hogyha én lennék az ellenzék közös jelöltje, akkor nem a Fideszre, hanem rám szavaznának, és ezáltal az ellenzékre. Ez az egyik legfőbb oka annak, hogy miért gondolom azt, hogy én sokkal esélyesebb kihívója lennék Orbán Viktornak jövő tavasszal, mint a versenytársaim. A mai nap folyamán beszélt már bármelyik másik ellenzéki miniszterelnök jelölttársával? Nem. Nem. Mai nap nem. Tegnap Karácsony Gergely is részt vett azon az önkormányzati konferencián, ahol én is ott voltam Gödöllőn, sőt, két alkalommal, mert délelőtt is és este is kint volt Gödöllőn, mind a kétszer beszélgettünk természetesen, és nyilván ez a téma volt az egyik legfontosabb, amiről beszéltünk. Mi lesz most a forgatókönyv? Azt látom, hogy fog tartani Budapesten és Hódmezővásárhelyen is. Megcsináltuk és megcsináltuk sajtótájékoztatót. Hogyan tovább, mi várható a következő időszakban? Az egyiket éppen most tartottuk meg, tehát most épp azon vagyok túl is, hamarosan visszatérek, még ott újságírók várnak rám. A vásárhelyi ott elsősorban azoknak az aktivistáknak szól ez a találkozó, akiknek köszönhetően ilyen akárhogy is alakul az eredmény, de mégiscsak sikeresen tudtunk szerepelni, akik a munkájukat, idejüket oda tették, nekik nagyon-nagyon hálás vagyok. Természetesen, hogyha most azt méri ránk a választók bizalma, hogy a kampányt folytatni kell, akkor továbbra is nagyon számítok ezekre az emberekre, akik részben most itt vannak a budapesti eredményváron, részben pedig majd várnak otthon Hódmezővásárhelyen. És végezetül egy utolsó kérdés, mit tud a Hódmezővásárhelyi egyéni számokról? Hát őszintén szóval semmit, ugyanis részben a sorrend miatt, amikor Szegedre, a megye székhelyre bevitték az urnákat, és ott elkezdték ezeket közösen feldolgozni, tehát a megye összes szavazatszámlálója együtt dolgozik, akkor ők körzet szerinti sorrendben számolják a szavazatokat, és hát a megyében a négyből a negyedik számú Hódmezővásárhely és Makó térsége, de reménykedem, hogy ott is az egyetlen DK-s kihívómmal, tehát kettő jelöltből sikerül majd elnyerni azt a feladatot, amivel én lehetek Lázár János kihívója. Ott is ugyanazért vállaltam el, amiért országosan a miniszterelnök jelöltséget. Őszintén szóval azt gondolom, hogy mondhatnám számomra akár sajnálatos módon is, de nem láttam olyat, aki nálam nagyobb eséllyel tudná. Ha történetesen miniszterelnök jelölt is lenne, akkor mind a két feladatot megtartaná? Tehát kihívná Lázár Jánost egyéniben és közben miniszterelnök jelölt is lenne? Igen, kénytelen leszek ezt megtenni, hogyha így alakul, hiszen ezt vállaltam. Márki-Zay Péter, köszönjük szépen. És közben jöttek. Érdekes volt. Nagyon-nagyon egy határozott Márki-Zay Péter. Az a durva, amit a Deák Dani mondott, hogy a Gyurcsány kottájából, meg hogy úgyis a Karácsony Gergely lesz. Én azért azt komoly fenntartásokkal kezeltem talán a kérdéseimből észre is vehető. És most igen, azt mondta el igen. A Márki-Zay Péter is. Igen. Érdekes, érdekes. Az biztos egyébként, hogy Márki-Zay Péter az biztos, hogy tisztában van azokkal a szavazati viszonyokkal, amiket te is felvázoltál neki, hogy igenis nem, hát de vannak olyan szavazók. Viszont nyilván Karácsony Gergely nem fog visszalépni. Az szinte biztos. Valószínű. És hát ugye azért ott van, azt se szabad elfelejteni, néztük a grafikont, ott van Dobrev Klára egy igencsak masszív, masszív előnnyel. Közben Hon Krisztina nyert Gödöllőn 3348 szavazattal, Simon Erika az Új Világ Néppárt jelöltje lett 2374 szavazattal a második, és Varga Zoltán, aki gondolom nem a mi rádiós kollégánk, a Momentum jelöltje, 1800 szavazattal lett a harmadik. Balassa gyarmaton Gyenes Szilárd nyert, mondjuk csak ő indult, szóval nem volt
volt annyira hát akkor, nehéz akkor ez a mérkőzés. Övé volt a pálya. És most jött el az a pillanat, hogy elköszönünk a kedves hallgatóktól. Márki-Zay Péter interjú után már nehéz bármit mondani. Ha lesznek eredmények, akkor azzal majd a holnapi, holnap utáni műsorainkban is fogunk foglalkozni. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottak. Arra kérünk mindenkit, hogy iratkozzanak fel a Hit Rádió YouTube csatornájára, hiszen így folyamatosan kapnak értesítéseket a tartalmainkról. És az előző adásunk, amelyben a vidéki tudósítók és elemzők beszéltek, az is megtekinthető a Hit Rádió YouTube csatornáján. Nagyon szépen köszönjük a szerkesztők munkáját, Tóth Szente Lili és Szabó József voltak ma, akik a vállukon vitték, vagy a hátukon, nem tudom hol, de valahol vitték a mai műsorunkat, és Longauer András műsorvezető kollégámnak is nagyon szépen köszönöm a részvételt. Ez volt tehát a Hit Rádió előválasztási műsora élőben. Mindenkinek nagyon szép napot és jó estét kívánunk. Sziasztok! Műsorajánló. Gyerekasztal. Beszélgetés a világ és az élet dolgairól egy speciális nézőpontból. Megkérdeztük őket, mert van véleményük. Gyerekasztal. Minden hétköznap este 8 órakor a Hit Rádió Nyugovóra című műsorában. A műsorvezető Kristóf Eszter. Gyanisták. Romákról.